kívánom a sajtó szabadságát, az öncenzúra eltörlését. Mert a sajtó az egy nagyon fontos dolog. A sajtó az, amiért mindenki dolgozik. Babos Attila vagyok, vidéki újságíró. Kialófélben lévő és védendő. Mert ma jó ideje, olyan nehéz helyzetben van a sajtó, mint már nagyon régen nem volt. És az újságírók is. Folyton falakba ütközünk, és igazából már hátránunk sincsen hová. De dolgoznunk kell. A szabad sajtóért vívott küzdelmünk az egy nagyon fontos dolog, mert hogy a sajtó az, ami mindenkiért szól, és amely mindenki érdekét képviseli. De engedjétek meg, kérem, hogy most egy kicsit a pólómról beszéljek. Mert hogy a szabad és független újságíróknak ma már számtalan képességre is szükség van, szuper képességekre is, nem csak a pennára. Clark Kentként könnyebb lenne, de hát ugye, szóval ezt hagyjuk. Ez a póló, ami rajtam van, ez egy adománypóló. Azoknak adjuk, akik támogatnak minket. Mert a szabad és a független sajtó az ma már jó részt csak adományokból működik. A hatalom ugyanis torzítja a piacot. A szabad sajtó nem tud megélni, hogyha nem kap támogatást. Márpedig az állam nem ad neki. Ellenben a hatalommal szervilis és propaganda médiának hívott sajtóval kapcsolatban már más a helyzet, oda áramlik ez a pénz. Ha szabad sajtónak, akkor máshonnan kellene kapni a pénzt, viszont nem mernek adni. Mert olyan országban élünk, hogy azok, akik egyébként adnának, akik úgy gondolják, hogy a szabad sajtót finanszírozzák, vagy finanszírozni kell, azok nem mernek. Ugyanilyen rossz a helyzet vidéken. Vidéken nagyon sok a függelmi viszony, és mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkihez kötődik. Nincsenek szabad piaci viszonyok, nincsenek szabad piaci szereplők, amelyek azt mondják, hogy én megmerem ezt a lépést tenni. Az én munkahelyem egy napilap volt. 15 éve vagyok újságíró, és ennek a jó részét egy napilapnál töltöttem. De aztán két héttel azelőtt, hogy engem onnan, hát hogy is mondjam, csak megkértek arra, hogy ne dolgozzak már ott tovább, és hát ezen nem lepődtem meg, csak az volt a kérdés, hogy mikor jön el ez a pillanat, akkor az történt, hogy kaptam egy jó forgot, és a padlóra kerültem. És hát azt tűnt jó ötletnek, hogy lemaradok. Lemaradok és nem állok föl, mert hogy úgyis megértik. Meg nem szégyen az. A hatalomtól kaptam ezt a pofont, sőt, a hatalom megrendelésére, vagy az ő intésére. A gólemtől, vagy a góliától. De aztán arra gondoltam, hogy csak azért, mert mindenki más lemarad, vagy sokan lemaradnának, nem muszáj mindenkinek lemaradni. Ezért inkább felálltam. De még amikor térdeltem, akkor felhívtam néhány embert. Olyanokat, akikkel úgy gondoltam, hogy együtt fogok dolgozni. És elmondtam nekik azt, hogy még lihegve, meg szédülve egy kicsit az ütéstől, hogy van egy ötletem, amivel szerintem ki tudjuk húzni a 12. menetig. És nem kerülünk újra padlóra, vagy pedig, ha oda kerülünk, majd fölállunk újra. De ha kártyáznánk, akkor azt mondtam volna, hogy már 19 van a kezünkben, de biztos, hogy ezzel még nem nyerünk. Tehát húzni kell még egyet. Kell egy jó lap. És azt mondták, hogy csináljuk. De akkor üssünk is vissza. Nem balhorgot, meg jó horgot, hanem egy egyenes, tiszta ütést vigyünk be. De olyat, hogy akkor a fair play is a miénk legyen.
A szabad és független sajtó az az, amelyben egyetlen egy dolog számít, hogy mi kerül be az újságba, a hír maga. És az pedig, hogy mi a hír, azt az újságírók döntik el, senki más. Nem oligarchák, nem üzletemberek, nem politikusok, hanem újságírók, és nem Strómanok. A Szabad Pécs az egy független és szabad újság. És éppen ezért, amikor felhívtak minket a TASZ-tól, hogy van egy ötletük, egy per, amit a KESMA, a Közép-Európai Sajtos Média Alapítvánnyal szemben kellene, mint érintett fél lefolytatnunk, akkor egyetlen percig nem gondolkodtunk. Mert hogy szabadok és függetlenek vagyunk, és folyamatosan erről beszéltünk. Hogy az nem mehet tovább, ami most van. Mert amit elmondtam a hatalom és a média viszonyáról, az nem egy szabad és nem egy független piaci viszony, hanem egy valami egészen más. Nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy mi, de valami egészen más. Szóval egy percig sem gondolkodtunk azon, hogy mi kerüljön be, milyen válasz legyen. Azt mondtuk, hogy igen, csináljuk. Mert hogy van egy olyan elképzelésünk is, hogy megpróbáljuk felépíteni az új, szabad, vidéki magyar nyilvánosságot olyan újságírókkal együtt, akik hasonlóképpen gondolkodnak erről a szakmáról. És lehet, hogy elbukik a perünk, meg lehet, hogy elbukik ez a fajta vállalásunk, és ez a fajta munkánk, lehet, hogy nem tudjuk ezt megtenni, de egy dolog nagyon fontos, az, hogy bizonyos helyzetekben hogyan döntünk. Mert hogy tudják, minden egyes lakásba kell tükör, legalább egy. És ha már ott van, akkor ez nem kikerülhető. De van még egy másik belenézés, ami nem kikerülhető. Ez pedig a gyerekeinknek a szeme. És azt nem is akarjuk kikerülni. Sem egy, sem öt, sem tíz, sem húsz év múlva.